Tovább erősödött az Omikron miatti pánik Nyugat-Európában, főként a brit adatok aggasztják a szakértőket, illetve a politikusokat, mert minden korábbinál gyorsabban nő a fertőzöttek száma, és megdöbbentő sebességgel veszi át a delta variáns helyét az Omikron. Sorra szigorítják a kormányok a beutazási szabályokat, különösen azokra igaz ez, akik az Egyesült Királyságból jönnének az Unióba. Folyamatosan érkeznek az emberek a londoni Wembley stadionba. A legendás pályán azonban ezúttal nem sportesemény zajlik. Az épületben található az egyik a 3000 oltópontból, amellyel az ünnepek előtt fel akarja gyorsítani a vakcinák beadását a brit kormány. Felelősnek érzem magam. A lehető leghamarabb fel akartam venni a harmadik oltást, így amikor hallottam erről a rendezvényről, azonnal regisztráltam, mondja ez a férfi. Az Egyesült Királyságban az Omikron variáns megjelenése óta minden korábbinál gyorsabban terjed a koronavírus. Pénteken több mint 93 ezer új fertőzést regisztráltak, többet, mint a járvány kezdete óta bármikor, és szombaton is alig maradt el ettől az esetek száma. London polgármestere ezt követően egészségügyi vészhelyzetet hirdetett, és mindenkit a harmadik vakcinadózis felvételére biztatott. A német egészségügyi hatóságok eközben úgy döntöttek, nem kockáztatják a fertőzés szám csökkentésében elért sikereket, és jelentősen megszigorítják a beutazás szabályait az Egyesült Királyságból érkezők számára. Hétfő 0 órától Nagy-Britannia Omikronnal fertőzött területnek számít, és legalább 2 hétig ennek megfelelő elbírálásban részesül. Alapvetően csak német állampolgárok, csak állandó németországi lakcímmel rendelkezőket szállíthatnak be Németországba az utazási társaságok, légitársaságok. Ez nem azt jelenti egyébként, hogy tilos a beutazás, de például valamennyi érkező számára 2 hét karantén kötelezettséget írnak elő. A német kormány emellett igyekszik felgyorsítani az oltási kampányt. Szerdán csaknem 1,5 millió adag vakcinát adtak be, ami a legnagyobb szám az oltás 1 évvel ezelőtti kezdete óta. Ennek ellenére a kórházakra hatalmas nyomás nehezedik. Olyannyira, hogy a hatóságok a tűzijáték rakéták árusítását is betiltották, nehogy az egészségügyi intézményeket a baleset sérültjeit tovább terheljék. Tele van emberekkel Bécs közismert bevásárló utcája vasárnap délelőtt. A látvány egyáltalán nem megszokott. Ausztriában ugyanis a legtöbb üzlet zárva tart a hét utolsó napján. Most azonban a szakszervezetek megállapodtak a kereskedelmi kamarával, hogy a november végi lezárás okozta kieséseket, megpróbálják rendkívüli nyitvatartással ellensúlyozni. Újra nyitottak a karácsonyi vásárok is. Belépéskor azonban mindenkinek be kell mutatnia a védettségi igazolványát. Ausztria azonban egyáltalán nem lépett az enyhítések útjára, sőt, az Omikron variáns terjedése miatt a kormány éppen hogy szigorította a beutazás feltételeit. Hétfőn 0 órától kizárólag azok léphetnek be az osztrák állam területére, akik 3 adag oltással rendelkeznek, valamelyik Európai Unió által is elfogadott oltóanyagból. Amennyiben valaki csak 2 adag oltással rendelkezik, számára kötelező egy 72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszt bemutatása. Az ingázók friss negatív teszttel oltás hiányában is beléphetnek, de az oltatlan lakosoknak továbbra is marad a lezárás, és csak az alapvető cikkeket árusító boltokba léphetnek be.